Jó reggelt kívánok mindenkinek! 2022. szeptember 16-a van. Bosznia-Hercegovina, Csapu-Gyina, ha jól ejtem a nevét. Mostártól egy olyan jó 35-40 kilométerre vagyunk. Itt szálláson aludtunk. Most kertünk fel, úgymond, és esőt ígértek mára. Azóta kicsit barátságosnak tűnik az a kék, ez a sötét már annyira nem. Úgyhogy gyorsan letucolunk, és aztán akkor útra is kelünk, nehogy elázzunk. Hogy egy kicsit javítsam magamat, 17-e van. Na, hát nagyjából már össze vagyunk pakolva. Mutatom az égképet. És néztük az időjárást, erre jelzést, hát a különböző programokon mindig azt mondják, hogy eshet az eső. Viszont radárképet, ahogy néztünk, arrafele úgy tiszta. Arrafele úgy borúsabb, de jóval délebben, hát úgy Dubrovnik felé indul el az egész áradat. Jobban mondom, már inkább már Montenegro és Albániát célozza be, ami nekünk tökéletes. Reméljük így is marad, és akár szép felhős időnk lesz, és akkor jön egy kicsit a gondolat, hogy bánhatjuk, hogy átszerveztük a programot. De hát ez majd estére kiderül, és okosabbak leszünk, hogy valóban lesz eső, avagy nem. Na hát akkor ismételten jó reggelt kívánok mindenkinek. Kicsit az út közepén rohangálok. Ez a visszatekintés, ahonnan begurultunk. A szállásunkhoz. És itt van a szállásunk, itt laktunk. Motel Krasno. Itt meg egy tökéletes utánfutó. Simán megvan oldva. Egy lefelezett autó. Ott van a párja. Amúgy az még a működőképes. És akkor megkezdjük mai napi etapunkat is. Nem tűnik túl hosszúnak. Mert mondjuk valamelyik időjárás appon még azért fenyeget itt azzal, hogy délután 3-tól eshet az eső. Nem baj, erre is készültünk. Nem haragszunk meg mondjuk, ha nem eszik, mert akkor egy kényelmes sétát tudunk tenni majd Mostárban, de ez még nem az, hanem a kimondhatatlan nevű hely, amit ide mindjárt feliratozok. És szépen lassan araszolunk Mostár felé.
és végül is rá is kanyarodtunk a főútra, utunk Mostár felé vezet, természetesen útba vannak ejtve megállók, kitérők, itt van Mostár, itt pedig a Neretva folyó, és hol máshol, mint a Neretva folyó fölött nullázom le az órát, ugyanis megint elfelejtettem. Úgyhogy akkor a tegnapi nap, meg egy picit, amit hozzáraktunk most, az igazán nem volt sok. 102 kilométer, 5 óra 45 nyerekben, 17-es átlag, 44 maxal. Minimál szintünk azért volt 670, bár igazából ez a tegnap esti zsákutcánknak is köszönhető. 670 maxa szinte, 111 maxa, olyan hülye hatalmasan nem voltunk. Jöhet akkor a nullázás, és a Neretva arra folyik, mi pedig a másik irányba megyünk fel, ott pedig a hatalmas nagy kék ég. Reméljük, ez így is marad. Mivel egyelőre az időjárás engedi, ezért a főúton jövünk. Innen könnyebben meg tudjuk közelíteni nem csak a teherautókat, hanem az általam kiválasztott látnivalókat is. Így most a túlparti kisebb forgalmú utat mellőzzük, ugyanis nehéz lenne vissza átjönni, pedig ott lenne végig út amúgy. Szóval Mostár körülbelül még egy 30 kilométer, előtte útba ejtjük Pocitail várát, az Oltom, a Starigradot, megcsodáljuk, illetve Blagajba is kiugrunk. Ott is meggyönyörködjük, ha jól emlékszem, egy dervis ház van ott. Ha be nem is, de kívülről megcsodáljuk, illetve van ott egy hatalmas nagy forrás is, úgyhogy abba is fogunk tudni gyönyörködni. Úgyhogy utunk itt fog vezetni a főút mellett, kisebb-nagyobb forgalomban, itt a reggeli órákban. Itt már nekünk reklámozzák is Pocitail várát, a 15. századból még 2 kilométer van hátra. Addig mi odaérünk, addig ti matekozzátok ki, hogy az pontosan melyik évszámot jelöli, és esetleg lehet-e magyar vonatkozása is a várnak. Feltűnt a látvány, Pocitail, Pocitail vára, a Starigrada, az öreg vára. Mögötte pedig épül az új autópályának a hídja, mert most ez innen nem fog látszódni, de majd megmutatom természetesen azt is. Úgyhogy utunk első állomása ide vezet. Itt eltöltünk egy kis időt, felsétálunk a várba, vagy legalábbis megpróbálunk. No, hát a bringaőrzést hamar letudtuk, itt van egy helyi árus néni, aki kipakolja éppen a cuccait, és elmutogatta rögtön, hogy ő vigyáz a mi bringáinkra, úgyhogy oda raktuk mögé, és akkor így mindketten fel tudunk sétálni a Starigradba, ide Pocitailbe. Azért a fények bizony nem rosszak. Úgyhogy szerintem jókor jöttünk, és váránk egy kis... Gyere, itt lépcsőzzünk fel! Tibi! Vagy nem? De. Lépcsőzünk. Azért megvan a hangulata kisvároskának, kisöregvárnak. Azt azért el kell, hogy mondjam, hogy kicsit megsínylette a
háborút. Minden fügefa, honnan nőtt ki. Az igen, honnan nőtt ki a fügefa, és nem kicsi. Szóval a háborút kicsit megsínylette, ugyanis ugye mozulmán település, váracska, ahogy láthatjuk, látjuk, és bizony a horvátok igencsak szétlőtték a házakat, leginkább a tetőket. A várat magát az békén hagyták, de az épületek igencsak megsínylették, úgyhogy itt nagyon sok minden azért újjá lett építve, nem is a házak, de a házak teteje nagy részt. Íme itt a mecset. Vagyunk a mecset lábánál. Hát, belesni nem tudunk, de itt a szőnyeg, cipőket itt már le kéne venni, és úgy tudnánk bemenni. Ha így nézett ki 93-ban a fotót, nem tudom mennyire lehet kivenni. Látszik rajta, hogy igen, csak megsínylette a háborút sajnos maga a hely. Van itt egy kutyánk. Ezt és a romok, amiket összeszedtek, és már nem sikerült beépíteni. Azt azért hozzáteszem, hogy ha valaki majd idejön, akár autóval, vagy bárhogy, ne lábújas papucsba jöjjön, mert az bizony tudna fájni. Van egy kutyánk, amúgy ő kísér minket, és megérkeztünk a nagy bástyához. Kérdés, hogy mennyi kilátásunk lesz, vagy mennyi nem. Én mondjuk innen néha a bokrok között azért jól ki lehet látni. Végül is megoldható, hogy a toronyba is feljussak, úgyhogy a kíváncsiság hajt. Nézzük meg. Hogyha hátizsákos turista lennék, mondom, hogy lehetne itt aludni, de pisi szag van. Hát, kicsit sötét van. Kicsit magas a lépcső, fog, de megoldjuk. Szinte fekve megyek. Nagyokat kell lépni. Vagy hát stoplis van rajtam, az egy kicsit nem túl a kompatibilis. Jaj. Ha, van még hova menni. Tető. És a lőréseken ki lehet látni. Az az irányunk, és ott van az épülő autópálya, híd is. Visszatekintés. Itt van alattunk a vár. És van magyar vonatkozása, hogyha valakinek még nem sikerült volna megtippelni, méghozzá, ha 1400-es éveket nézzük, ugye 15. század, akkor Mátyás király járt erre, azt volt itt egy ilyen kezdetleges erőd, és megtetszett neki, ugyanis már a török ellen kellett a végvárrendszeren gondolkodni, úgyhogy hát ide küldött is, vagy maradt, nem tudom, na mindegy, szóval ez jó kis helyőrség. Maradt itt. Hát igazából nem volt még ekkora a vár,
de egy pár száz fős sereg maradt itt, akiket viszont egy tizen pár év után elkergetett a török. Esélyük nem volt, hogy megvédjék a várat, de hozzá lehet mondani, hogy bizony ez a terület is egy kis ideig, de Magyarországhoz tartozott. Magát az erőd Dött, azt a nagyot, amit mi most itt látunk, ma maradványait, ezt már a törökök építették. Lefeles egyszerű menni, az egyszer biztos. Mondjuk még nem ez a meredek rész. Még itt lesz valahol. Ha itt, ujjjj, itt csak óvatosan. Mögöttem amúgy itt van a kutya, itt jön. Ja, nem látszódik, a sötét van, de itt jön a kutya mögöttem. Kitartó. Jöjjöj, jöjjöj. Na, ez kell mozgítani. És megvettük a magunk is burekét. Burek, pontosabban. A húsas már elfogyott, úgyhogy én ilyen sajtosat választottam. Palko meg megvette az utolsó húsosat, úgyhogy jó, meg egy spenótosat. Úgyhogy most itt elfogyasztjuk a reggelinket, és akkor folytatjuk tovább az utunkat. Az autópálya kedvéért mennyit kell faragni az útból, hogy a végén aztán itt mi csak szabadon szágulthassunk. Nem semmi munka. De hát már több balkáni ország túl van ezen. Úgyhogy azért nekik is kijár egy kis autópálya. Bár mondjuk, amit tudok, hogy Montenegróban lassan kész az autópálya, de igen, csak nyögni fogják annak a hitelét. Ugye a horvátok már javarészt mindenütt készen vannak, mindenhova autópályán lehet eljutni. Illetve a makedónok is nagyon sok hiányzó szakaszt is bepótoltak már, és ilyen hatalmas nagy völgyhidakon lehet ott is száguldozni, de mi most Boszniában vagyunk, és jelenleg egy készülő autópálya hidat láthatunk. Alakulgat azért, ha nem is kanyon, csak mini, de bizony sziklák itt ott kibukkannak, de még jóval Mostár alatt vagyunk, úgyhogy még az a hatalmas nagy attrakcióra nem számíthatunk. Illetve magára a kanyonos szakaszra is majd csak holnap. Természetesen, hogyha minden utolagos módosítás utáni tervek bejönnek. És volt ott egy kis útlezárás, úgyhogy jól meg kellett nyomnunk. Kis itt megindult a jobboldali sziklafal, amiatt volt egy kis lezárás. Hát lehet, hogy nem jelölik ezt Neretva kanyonnak, nem is olyan szűk, de azért mindkét oldalról nagyjából zárt. És ez a sziklafal itt előttünk igencsak mutatós darab. És így, hogy még a nap is világít, egy kicsit a hegynek talán hátulról, oldalról nagyon jól mutat. Remélem a képernyő előtt ülőknél is, bent a fotelban, és velünk együtt élvezitek, élvezik itt a tekerést Boszniában, a Neretva folyó mentén. Monumentális látvány. Azért már itt a felvezető sem csúnya. Mellettünk ezek a hatalmas nagy sziklafalak. Igazi kanyonvilágot varázsolnak ide. Ha nem is túl szűk, de eszméletlenül látványos. Egy kicsit szerencsésnek is mondhatjuk magunkat, ugyanis még a nap is segít,
megvilágítani ezeket a hegyoldalakat, és egy festői tájat elénk varázsol. Fantasztikus nagyon. És Blagaj fele haladunk még mindig. Körülbelül hát most már haladtunk, már előbb megálltunk egy kicsit. Onnan volt 13, most már körülbelül olyan 12 kilométerre lehet Blagaj, a Dervis ház, illetve a Buna folyó forrása. Hamarosan kijutunk ebből az első, úgymond bevezető kanyon világból. Rettentő hangulatos amúgy. Bevezetőnek szinte tökéletes, és most itt egy kicsit rálátunk a Neretvára is. Eddig nem volt túl sokszor szerencsénk. Ugye ez a növényzet azért betakarja, de maga ez a bevezető kanyon a belső vidékek felé. Itt épp egy alagúton megyünk át. Megadta az alap hangulatot, főleg úgy, hogy tényleg egyelőre elsőre számoltunk, és szerencsére most még a nap kíséri az utunkat. Maga az út amúgy nem egy nehéz, tényleg egy folyómenti, mondhatnánk, hogy kerékpárút, de nem az, főút. Kellemes kis tekeréssel. Néha egy mini hullám vasút, de nem vészes. Úgyhogy teljesen jó kerékpáros szemszögből is. Az út látvány meg egyszerűen leírhatatlan, nagyon szép. Föntről ki volt plakátolva egy látványosság, úgyhogy eljöttünk ide a Buna mellé. Mosna Bunskim Kano Lima, hát ez a hídnak a neve. És hát érdekes látványosság. Aha, itt zúg le a Neretva. Itt jön a főág, itt fönn és ott a távolban is. Szerintem hozom a zoomos kamerát, elengedjük az autót. Na hát akkor a zoomos kamerával, mivel a Neretvának egy kisebb vízesése, látványossága. Fent is, illetve ott lenn is, azt a lentit majd még meglessük majd. Itt zúg alá, a fő sodrásban. Hú, mekkora sodrás van itt. Nem semmi. Itt van a fő sodrás, és itt mellé ágból pedig zúg vissza a víz. És ha a híd túlsó feléről nézzük az egészet, akkor jobban panorámába jönnek ezek a mini vízesések. Arra folyik lefelé a Neretva, és innen is jobban lehet látni. És ha kicsit nagyobb vízmennyiség van, akkor akár itt is bőven elzubog. Van ott egy horgászunk, aki most már feladta a horgászatot. Nagyon szép látványosság, és csak egy tábla jelölte az egészet, hogy ez bizony itt van. Meg jó, hogy bringával vagyunk, és pillanatok alatt le tudunk ugrani. Ott készül az itt is jártam fotó. Mindenképp kötelező. Időközben térképet néztem, és kijavítom magamat, mert ez itt a Neretva, az pedig ott a Buna. És a Buna folyik bele így oldalt a Neretvába ezen a látványos szakaszon. Úgyhogy most egy kicsit bejövünk,
elmegyünk arra fölfele, hát ha lesz még valami látványosabb rész, aztán visszajövünk, és akkor elindulunk a Buna folyó mellett a forrásához, a Dervisházhoz, Blagajba. Kerüli a Cirót nekünk, amiről már ugye volt szó tegnap, és ott szintén arra fölfele van aszfaltút, tehát itt a folyó mellett relatív van útvonal. Hát mi most ezt nem teszteltük le, mert akkor poci tejben nem tudtunk volna bemenni. De most egy kicsit megyünk itt rajta. A Ciró tábla szerint 13 kilométerre van Mostár. Nekünk itt meg majd jobbra kell bekanyarodni a Bunát követve. Hát ott az elég magasan, elég csúnya felhők vannak. Hú, hát egyelőre ez a várt látvány nem hozza el. Ez az út, amit gondoltunk. De itt vagy mellettünk a vasút, amúgy. Nem tudom, hogy a postják részen van-e rajta menetrend szerinti járat, de ami biztos, hogy napi egy darab vonat van Plócse és Szarajevó között. Hát, a bokrok sajnos takarnak, de itt van a befolyója, a becsurgásai a Bunának. Viszont ha már bejöttünk, akkor itt van füge, fügézni viszont itt lehet. Jó, puha amúgy. Nagyon jól néz ki. A íze is jó. Azért mondjuk már megérte bejönni. A kilátásé már nem. Nem rossz. Szakszerű füge leszedése, majd elfogyasztása. Legeltünk már amúgy, tehát szinte már alig lehet találni olyat, ami még érett is, és elérhető magasságban van. De mondjuk azért még itt akad. Ó, hát az ilyen jó puha. Megmutatom amúgy, ha meg tudom. Nézzétek meg, milyen jól néz ki. Jó érett, édes. Ebből már füge pálinkát készítik. Amúgy az Árus nénén, akire leraktuk a bringát még poci tejnél, ha várna, az árult rakit. Gondoltam, hogy hozok, csak relatív az már nagy volt. Ezt már nem tudtam volna ugye elpakolni, meg cipelni is. 5 euró volt fél liter. Nem mondom, hogy drága lett volna. Hazavinni egy ilyen ízelítőnek pont ideális szuvenír. Nénnek meg egy jó befektetés, úgymond. Hát itt most meg tudom mutatni, hogy amúgy használják a vasútvonalat, bár a mozdony már elment. Teherszállításra mindenképp. Az, hogy személyszállítás van-e közvetlenül, csak Bosznián belül itt ezen a szakaszon. Ezt nem tudom. Próbáltam utána olvasni, mint opciókat, ha esetleg vonatra kell szállni. Amúgy meg tudjuk oldani, Mostárban megáll, van vonat, személyszállítás. Onnan például a minden kötél szakadna, vagy hát reméljük, hogy nem így van, de vonattal meg lehet oldani a visszautat Banja Lukába. Ugye Banja Lukáig föl kell vonatozni, ott át kell szállni. Mutatja a Cirót, hogy arra megy fölfele. Visszatérve a vonatos témához pedig, tehát Szarajevóba bevonatozni, onnan pedig ki Banja Luka irányába. Úgyhogy menekülési útvonal relatív megoldható. Most az, hogy kerékpár szállítható-e, meg hogy mennyiért, meg hogyan, meg hány kocsikkal, meg milyenekkel mennek, azt így nem tudom megmondani, arról sajnos nincs információm. És akkor még egyszer ez a látványosság itt, menjünk vissza a főútra, és aztán legonyarodunk Blagaj felé.
Értem, jobbra le egy főút, Trebinje felé irányít, és majd csak utána lehet látni egy táblát, miután rákanyarodtunk, hogy blagaj be balra. Miközben mindig elvileg, most utána olvastam, most itt ezt a szép nénit itt megcsodáljuk, lehet rá szavazni. Október, azt hiszem más itt a Buna, október 2-án vagy hogy lesznek itt választások. Nem konfederáció szinten, hanem úgy alla natura az egész központi választás. Most amit olvasta, hogy elvileg vannak közte bajok és problémák, de reméljük nagy konfrontációt nem fog okozni, és minden rendben lezajlik. Addig mi meg itt-ott gyönyörködünk a kirakott arcokban. Hogy kire kéne szavaznunk? Utunk tényleg itt vezet a Buna mellett, egy nem túl hosszú folyócska. Most ha emlékeim nem csak talán 6 km hosszú, nem túl hosszú folyócska. Viszont a betekintések, amiket azért látunk néha-néha a fák között, azon sejtelmesen szép. Sajna van autóforgalom, úgyhogy néha félre kell húzódnunk, hogy elengedjük a sietősebbeket. Szétnyílt a táj, a házak itt bal kézre vannak már csak tőlünk, jobbra pedig jó kis kitekintés van. De a völgyre, bent a sarokban, nagyjából oda megyünk, ott van a Buna forrása. Meg egy-két csúnya felhőcske is a hegyek fölött. Szerencsére most még kerülnek minket. Ez itt már Blagaj, és van ott fönn egy váraska is. Erről bizony nekem meg nincs információm, pedig utána olvastam a dolgoknak, de erről nincs információm. Feltételezem, ez is valami végvárak egyike lehetett, mielőtt még a török ideért. Itt mindjárt kiérünk ott a hosszú egyenes sor már, az már ott a főút Mostár felől. Arra kanyarodunk ki, és arra le megyünk egészen a Buna forrásához. Felhőzött meg arra fele megy. Hangulatos kis szűk utca. Magán a településen amúgy több kemping is van. Balkó szerint akár 10 is, ha nem több. Úgyhogy ha valaki kempingben gondolkodik, annak bőven van lehetősége. Autóval lehajtani már tilos, viszont a parkolóért fizetni kell. Nem mi legurulunk kerékpárra, azért szerencsére nem kell. A lefele vezető úton végig ilyen vásár, illetve néhány kéregető is előfordul. És nem tudom, meddig tudtunk jönni. Talán idáig. No, hát innentől már gyarok túra. A Dervis ház. Ez itt szerintem étterem, meg étterem. Úgyhogy akkor erre jön. Itt van tekija. No. Belépős, ha jól tudom. Úgyhogy majd a belépős, meg beöltözős. De az így közelről megtekintjük. Na. 5 euró a belépő, vagy 10 konvertibilis márka. Remélem nem haragszik meg senki, hogyha most belülről ezt se tekintjük meg. De majd még átsétálunk a túloldalra és a Buna forrását megtekintjük.
Nem tudom, hogy innen mennyire lehet látni. Hát mindenképpen át kell menni a túloldalra. Az egy étterem amúgy. De ha már erre járunk, nem tudunk átmenni, de egy kis látványséta. Mindenképpen át kell mennünk, ha gyönyörködni akarunk. Lássuk a... Bár szerintem lehet innen is látjuk. De mindezt óvatosan, mert ez csúszós lehet. Ott van a Duna forrása. És tőletünk a sziklafa, illetve a tekke. Mert más télen így mondják törökül még ezt az épületet. És hajókirándulás keretében pedig be lehet csónakázni a belső részre is. Kíváncsi vagyok, meddig viszi be őket a csónak. Hideg? Azt mondják amúgy, és megfogom én is, tényleg jó hideg, állítólag 10 fokos folyamatosan a vízhőmérséklet, ami kifolyik, és egész évben egy ilyen állandó klímát biztosít a helynek. A Buna állítólag a legbővizűbb forrású folyó, patak Európában. A legek között is a legnagyobbnak számít itt Európa szívében, bár mondjuk Bosznia-Hercegovina azért nem ott van. De egy szív alakú ország, ha jól tudom. Annak is szokták nevezni. Hát a csónakkal nem mentek nagyon túlzásba. Szevasz, kacsa! Viszont a vize az szép tiszta. Bodega mögött. Szerintem senki nem fog hozzányúlni. Mondjuk a mi értékünk azért van, azt magunkkal hoztuk. Itt vannak a szuvenírboltosok. Veszek egy kézigránátot a gyerekeknek. Amúgy pedig egy lehet bérelni kajakot is, ha jól látom, azaz. Illetve egy nagyon jól felépített étterem infrastruktúra épült erre a helyre, úgyhogy ha valaki idejön, éhen biztos nem hal, csak fizetni kell érte. Na, innen egy jó fotót lehet készíteni magáról a tekkéről. Jól néz ki, látványos, és ott is van belül egy étterem, hogyha kifizetjük a belépőt természetesen. Nagyon jól mutat. Hát sajnos most alacsony költségvetésű a túra, úgyhogy sajnos most ide se tudunk bemenni, de lesz ez majd jobb is, majd valamikor. Már egy kicsit rákapcsolok, mert a turista csoport, akik a nagy busszal jöttek, ők lassan kezdenek beelőzni minket. Mutatom azért magát az épületet. Belülről otthon még láttam egy pár fotót az épületről. Hát egy igazi szent hely. Ha bemegyünk, akkor adnak megfelelő öltözetet, úgy anélkül nem is lehetne bemenni. Elvégre ez egy szent hely. Mindenképpen egy érdekes látvány, majd szedek egy pár fotót netről, és akkor majd azokat bevágom, hogy milyen is belülről ez a dervis kolostor. Imegy meg a Bunának a forrása. Hát a csónak már kijött, úgyhogy ilyen hatalmas nagy látványra nem lehet részünk. Ez a kis barlang rész, ami itt van. Ez az, ami meglátogatható hajóval. Ja, itt az épület újból. Mi meg ott voltunk lent, onnan készítettünk képeket, illetve felvételeket. Bár nem éppen a zoomos kamera van most itt nálam, de ott az épület fölött van egy barlang, és a mellett van egy létre, föl lehet mászni, akár a fenti barlanghoz is. Sőt, a falban még benne vannak, hát ilyen
sziklamászásos hasonló dolgok beleütve a sziklába, hogy akár még föntebb is föl lehet mászni. Visszagurulunk a főútra, távolban látszódik az épülő autópálya újabb eleme, csak nagyon a távolban. Nekünk meg végig lejt az út le a főútig, ahol aztán jobbra bekanyarodunk Mostár felé. Mögöttünk egy kicsit lehúzódott az eső felhő, úgyhogy mikor elindultunk, egy pár csepp eső hullott ránk. Ettől lettünk igazán kemények. Úgyhogy nem ijedtünk meg tőle. Hát nem tudom, hogy lesz-e eső, vagy nem. Végül is előfordulhat. Biztos, ami biztos, ezért megindulunk Mostár irányába, azaz Mostárba. A mostári repülőtér. Repülőt ugyan nem látok rajta, infóm nincsen, hogy mennyire használják, ám viszont elég hosszú a kifutója, hogy nézem, úgyhogy használni azért szerintem lehet akár chartergépekkel is. Mi pedig közeledünk Mostár felé, ott fenn a hegyen, majd bezumoltatom a képet egy kicsit, ott van fenn egy hatalmas nagy kereszt, ami hirdeti a Neretva bal oldalát, a nyugati oldalát, hogy ott bizony horvátok laktak. De persze ennek a konfliktusnak a történetét majd bent a városban elmesélem. Ha valaki a jó kis dömer helyett esetleg a McDonald's-ot választaná, ezt itt Mostárban megteheti. Természetesen mi nem fogjuk választani, de valami helyi kaját azért most már illene megkóstolni, úgyhogy lehet, hogy itt Mostárban meg is tesszük. De most egy ilyen bevezető út a Neretva jobb oldalán kellően forgalmas, de majd megpróbálunk bekeveredni a belső részekhez. Bízva abban, hogy nem lesz akkor a turista áradat sem már így szeptember közepén. Külsőn gurulunk szépen befele. Hátszelünk van. És a hajdan, hát 25 éve véget ért háborúnak már alig látni nyomát, ez így is van rendjén. Bár az egy nyomok éppen azon a nagy oszlopon azért látszódtak. Nagyon sok ház rendben van téve már, nagyon sok új épület épült, ahogy látom, ahogy látszódik. Hát itt-ott azért észre lehet venni golyó ütötte nyomokat, de ez már tényleg a múlté, nem ez dominál. Eddig egy ilyen hangulatos kisvárost idéz, nem feltétlenül mondanám, hogy akár muszlim, vagy akár bármilyen más vallás felé hajaz. Olyan vegyes. Tehát semmilyen irányzatot nem képvisel. Viszont tetszetős, főleg ez a szűk utca itten. Jó étvágyat kívánok magunknak, Pákónak, meg jó magamnak. Mutatom ezt a házat. Itt vettünk egy újabb apartmant. Elég korán van meg olyan 1 óra magassága. 12 euró fejenként. Nem olyan drága, és majd mindjárt megmutatom, hogy milyen full extrás. Mert sokkal jobb, mint az előző szállásunk. Reggelivel amúgy. És még ajándékban kaptunk egy ilyen falat. Házi buleket is, hoztam még. Meg szőlőt is kikészített nekünk a asszony. Meg akkor még megesszük a hozott anyagot. Aztán akkor útra kelünk, és akkor gyalogos turistaként felfedezzük Mostár, de előtte még a házat azért megmutatom. Oh.
Jó ebédhez szól a nóta. Vagy legalábbis imára hívnak minket. Ime a szállásunk, hostel Nina. Nagyjából 300 méterre reklámozza a hidat, a mostári öreg hidat. És akkor itt a bejáratunk is, fölfele is vannak ilyen 4 meg 6 férőhelyes szobák. Mi külön magunknak kértünk egy szobát. Ime, ez itt a szobánk, van 3 ágyikó. Van egy hűtőnk is, be lehetne dugni, de most nem dugjuk be. Illetve van wifi is, úgyhogy teljesen jó. A kilátás az, ezt tudja, annyi baj legyen. De mondom, 12 euróért, és reggeli is van benne. Nem tudom, hogy megvárjuk-e, azt majd megkiderül. És... ja igen, annyi, hogy mosdó nincsen benne, de hát itt föl kell menni az emeleten. Messze vannak tudtolva páran. Van egy francia ágy, illetve ott van fürdőszoba, meg van még egy. Na, így néz ki egy fürdőhelyiség. Itt már van szellőző is, nem úgy, mint a másik helyen, ami nem szellőzik, azt a szobába engedi ki a párat. Van bidé, popómosásra, van WC, és van zuhanyzó is, úgyhogy hát ez teljesen jó. Annyi, hogy kicsit, ha többen szállnak meg itt, akkor kicsit várni kell rá. Van még itt egy ilyen közösségi helység, itt vannak a több férőhelyes szobák, emeletes angyal. És akkor a tervileg még a lépcsőn is föl lehetne menni. Úgyhogy annyira nem egy rossz szállás. Amondó vagyok. Kicsit jobb, mint a előző volt, úgyhogy mindjárt összekészülünk, és akkor egy kis városnézés következik. A hidunk, ami itt van, a Neretva fölött, és bár hát kicsit szűkösen, de már látszódik a mostári öreg híd, oda fogunk elsétálni. Aha. Olyan, mint a víziugrás lenne, előfordulhat. Elég nagy a csőcselék ott. Hát csőcselék tömeg, inkább úgy fogalmazok. Hát ebben rúglás lesz. Nem tudom, hogy itt voltunk tavaly nyáron, akkor is ilyen Red Bull verseny volt. Na, kíváncsi vagyok, hogy ebben ugrik-e tényleg, vagy nem. A srác az ott áll fönn középen. Remélem, a kamera is visszaadja. Hát, lesz-e produkció, vagy nem? Az a kérdés. Elég erőteljes a szél, de átsétálok a túloldalra is, mert bizony itt is van látnivalója, vagy látnivaló a Neretvára, a Neretva folyóra. Nagyon erős a lenti déli szél. Remélem, nagyon nem zavar be azért a szélzaj. Látványos nagyon amúgy. Ott van egy régi hídpillér is, nem tudom, hogy régi vagy új-e. Bár, ha jól tudom, a háború idején az összes hidat lerombolták, és csak a mostári öreg híd tartotta sokáig magát. Ennek a történetét majd egy picit még később mondom el. Hát itt ugrás nem úgy néz ki, hogy lesz. Elég erős a szél,
nem tudom, hogy mire vár a produkció vala úriember. Lehet, hogy még gondolkodik sokat, vagy várja a sok pénzt. De menjünk le a partra, hát itt le tudunk menni. Hát ez lehet, hogy csak valami privát. Itt is van eldugott panzió. Arra? Akkor menjünk amarra. Ja igen, itt tudunk lemenni a partra. A beachre, megtekintjük alulról is a hidat. Sikerült egy igen jó pozíciót fogni, és a nap is kisütött. A lenti látvány. Ja, nem emlékszem, amúgy nézegettem egy pár videót. Akár túl a bringás, vagy akár ilyen itt járó turistáknak ilyen beszámoló, ilyen vlogszerűségek. De nem láttam olyan felvételt, ami innen lentről készült volna, úgyhogy most, ha valaki ezt így hiányolta volna, akkor ezt itt most én pótolom. Szép látványosan, úgyhát kisütötte vissza a nap, azt mondjuk hozzáteszem. Közben az orrom alá is kell nézni, meg fölé, meg mellé. Hajókat amúgy 5 euróért lehet bérelni, 10 percig hajókáztatnak itt minket. Mutatós kis híd. Halacskák, talpul kiszúrta őket. Sodrás, az öreg hidat amúgy Nagy Szulejmán parancsára kezdték el építeni 1500-as évek közepén. Egy régi fahíd volt itt, és egy kőhíd kellett ahhoz, hogy szépen át tudjanak kelni a janicsárok szükség esetén. Meg amúgy is a kereskedelemnek jót tett egy állandó, jó minőségű híd. Mindjárt föntről is megtekintjük. És a bazár sor. És ahhoz képest, hogy szeptember közepe van, azért van turista forgalom. Jó, igaz, hogy szombat van, de szerintem még mindig nem olyan sok, mint amilyen egy nyári időszakban lenne. És érkezünk a híd nyugati oldalához. És mindjárt fölmegyünk a híd közepére is. Itt lehet fotózkodni a bejáratnál, úgyhogy egy ilyen is jártunk. És persze természetesen a gicsárusok azok nem hiányozhatnak. És a helyi kutyák sem maradhatnak ki. Ahhoz képest, hogy szépen le van kopva, ahhoz képest ez a híd a 2000-es években lett újjáépítve. 1994-ben, ha jól tudom, 94 márciusában, ha minden igaz, egy horvát tank, hát elvileg készült róla felvétel, de ha jól tudom, abból az irányból lőhette ki a hidat. YouTube-on lehet róla találni VHS felvételt is, gondolom nagyon menő lehetett kirakni, vagy hát igazából levideózni, hogy szétlőtte a hidat. Kicsit agya ellenforgalom. Kicsit a forgatagban átsétálunk a túloldalra. Ha a front vonalat nézzük, akkor a bosnyák oldal. És tényleg csúszik amúgy. Még nekem stopp is a cipőm, úgyhogy nem feltétlenül erre van kitalálva. Esőben lehet még izgalmas. Uh-huh.
Hát, nem magyarul van. De elvileg itt van az összeg, hogy mennyibe került, vagy hogy ki mennyit adományozott, jobban mondva. A felújításra. És akkor, ha már a háborúról beszéltem, akkor visszaugrunk 1991-ben, amikor ugye kitört a boszniai válság, úgymond, és a szerb katonák megindultak északról, és szinte sikeresen be is vették Mostár városát. És ellenfényből a másik oldalról is a híd. És akkor folytatva történetet, amikor is 92. márciusa környékére, ha emlékeim nem csalnak, sikerült kiűzni a horvát-bosznyák seregeknek a szerbeket. A szerbek viszont vitték magukkal a itt lakó szerb közösséget is, nem voltak sokan, de ők is menekültek, úgymond velük együtt. És itt maradtak a horvátok és a bosnyákok. Aztán végül 92. júniusára is meglett a konfliktus, ugyanis a horvátok, illetve a bosnyákok is szerették volna maguknak ezt a várost, ezt a területet, úgyhogy kettőjük között is kitört a háború, egy közel két évig tartó ide-oda lődözés és harcok következtek itt Mostárban, illetve Bosznia-Hercegovina, horvát és bosnyák lakta területein. Elbújt a nap, úgyhogy egy kicsit jobb a rálátás a hídra, ellenfény nincsen. A két torony maradt nagyjából egyben, viszont a híd közepe az teljesen benn volt a víz alatt, és elvileg van itt valahol egy magyar zászló is kirakva, meg egy felirat is, hogy köszönik a magyaroknak a segítségét, ugyanis magyar búvár osztagok segítségével lett felhozva a berobbantott híd maradványai. Amúgy pedig egy tökéletes törökkori emlék. Egy igazi múltbéli sétát idéző hangulat, még a bazárral is, bár ha tudjuk azért, hogy gicses, meg ki tudja, minek lehetne még nevezni, de sokan ezt szeretik, én is szeretem, ha más nem megnézni, venni ugyan már nem, de a hangulata megvan. Egy ikonikus épülete Mostárnak, most csak hátulról mutatom. Ez az, ami soha nem épült újjá. Még mindig úgy néz ki, ahogy, bár most ahogy nézem, azért belülről megvan erősítgetve, hogy ne dőljön össze. Kérdés az, hogy mi célból van megtartva, de látszik, ott két találat is érhette az épületet ott a felső szinten. Ha ismételten és tovább mennék, akkor két tapozó hölgyet meg tudnék lesinteni, akik inkább alszanak. Séta fel a hídra, és átnézzünk a túlpartra. És ide talán jól lehet szemléltetni a lakosságot. Mostan itt nem tudom, a régiről van adatom, még a háború előttiről. Bosnyákok voltak többségben, őket nem sokkal követte, egy kicsivel a horvát lakosság, és egy minimális szerb lakosság lakott itt. A mostani adatokat nem tudom, de ahogy lehet látni, itt van egy minaret, két minaret, a másik minaret mögött ott van egy ortodox templom, túloldalon még egy minaret, két minaret, és itt a mondjuk úgy horvát oldalon pedig egy katolikus templomtorony. Hát elég erős a szél, mit ne mondjak. Ha most fölfele mennénk, abba az irányba, a Neretva kanyonba, akkor bizony dolna minket fölfele a szél, de elég felhős még ott, és Jablanicában még esik az eső jelenleg is. Úgyhogy ez egy ilyen sétálós, mosztáros napocska a mai napunk, és holnap indul meg a nagy kaland újból kerékpárral.
kitele lett az eső, itt van egy épület, és volt is rajta egy toldalt, egy tábla, hogy 96 és 2022, sokat nem változott azóta. Viszont nekünk egy kicsit be kéne bújni valami alá, ha nem akarunk nagyon elázni. Bár hamar elmegy ez az eső, ahogy nézem. De most sétálunk át a horvát oldalra. Mi? Ott szalad a matka, pedig jó kép lett volna. Hol vagy? Ott Sasó. A kémény mellett. Szevasz! A ház oldalán még látszódik a golyózápor. Hát van is miért, szevas matka? Na már így előkaptuk mosztár macskáit. Szevasz! De legalább nem fél. Amúgy eladó a ház. Fölöttünk egy kicsit besötétült az ég, hát nem fölöttünk, ott a hegy fölött, keleti irányban. Pedig a Marriott Hotel, a horvát oldalon sétálgatunk. És itt is azért keveredik a régi az újjal. Van lehetőség átjönni esőben is. Már is nincsen tömeg. Cserébe viszont kellően csúszós a kő. Úgyhogy csak óvatosan. Egy újabb szétlőtt épület. Egy régi mementó. Hát, igen. Ötven méterre a hídtól. Kérdés az, hogy ezeket miért hagyták meg? Erről nem találtam informát. Tudtam, hogy ezek még megvannak, de próbáltam neten keresni róluk információt, de nem kaptam. Jó, elvileg más tulajdonának a tiszteletben tartása, vagy egyéb ilyesmi, de akkor is itt a városközpontban égtelenkedik. Mementóként oké, megvan, de azon kívül igazából már csak csúfítja, főleg így a béke 25 éve lassan, vagy hát több is, mint 25 éve van béke. Azóta azért el lehetett már őket felejteni és lebontani. Valahogy úgy szólad el, hogy süt a nap, nehogy szomorú légy. Csak esik az eső is hozzá. Már csak a szivárványt kell megkeresni. Visszértünk a házunkhoz, és egy helyi ital különlegességet vettem a házi tulajunktól. Mostárszko pivó 1,5 euróért adja, nem mondom, hogy olcsó, de kellemes hűs hideg. És a helyi kommunát is támogatni kell, mondjuk úgy. Váltottam még nála kunát is, 100 kunát odaadtam, hogy nem már otthon kelljen beváltanom. Jó lesz az itt is, nem mondom, hogy olyan jól váltotta, de olyan 25 vagy 24 félbe adta a márkát, érte? Végül legalább tudunk márkával vásárolni, hogyha kell, nem kell figyelni, hogy hol fogadják el, meg hol nem. Hayya 'ala s-salah.
Lát azért a kamera. Van ám nekem egy ilyen nagyon okos térképem. Bárki leszedheti. Na neten mindjárt mondom a nevét is, amúgy ez egy boszniai akna térkép. Itt rögtön látszódik is, hogy tőlünk keletre, azaz a hegy túloldala, ez végig alá van aknázva. Ez egy kicsit hátrébb is. Illetve a holnapi napunk igen csak igaz nem az út mellett, de azért bőven ki lesz majd színesítve. Piros akna csíkokkal, ez már itt Jablanica, de a további utunk is igen csak kirobbanóan jól néz ki. Big Mind Suspector valami. Elvileg tudna egy olyat is, csak most valamiért, pedig megtalálja a GPS lokációt, elvileg egy vonalal összeköti a legközelebbi akna területtel a jelenlegi pozíciónkat, és megmondja, hogy hány méterre, hány kilométerre van tőlünk a legközelebbi akna veszély. Illetve jelenthetünk mi is be aknát, hogyha találunk, de szerintem ez legyen az utolsó, amit használni kell. Úgyhogy ez egy ilyen hasznos dolog. Az eredeti weboldalukon találtam rá, tehát nem ilyen alkalmazásban, és akkor úgy kerestem rá, aztán a Google Pay-ben, és akkor meg is találtam. Majd a leírások között, már rögtön ott lesz majd az akna térkép, nek a elérhetősége, hogy lehet róla olvasni, vagy hát megtalálni, és hogyha így kinagyítjuk, akkor bizony látjuk, hogy rengeteg helyen van még most is akna, itt Blagaj környékén is, és főleg itt a boszniai szerb, illetve a Bosznia Hercegovina határa mentén, a federáció, vagy nem is tudom minek mondják, fuhú, itt azért óvatosan, főleg Szarajevó környékén. Ijöttünk egy kicsit sétálni még, igazából kajavadászat van, a bazár melletti fenti úton sétálunk, és itt bizony azért megvannak még a mementót őrző épületek, vagy hát mementóként itt maradt épületek, de nagyon sok fel van újítva amúgy, hogy ez örvendetes. Egy eső után már kicsit kisebb a tömeg a bazár soron. Sokaknak ismerős lehet, mert itt már csináltam amúgy felvételt. Jó kis édesség volt, össze lehet ragasztani a szánkat különböző török eredetű ételekkel, hát igazából balkáni, van itt baklavatól kezdve mindenfajta édes cuszba mártott finomság. Megtaláltuk a helyünket, kicsit még várni kell, csevapot fogunk enni. Ott a táblán látható, talán 6 konvertibilis márkába kerül. Mi még megkapjuk az adagunkat, jött még egy házas pár, nekik már nem adnak, mondjuk nekünk is még várni kell rá, hogy elkészüljön, mondjuk neki nem probléma, úgyhogy akkor most várjuk az ételt. Megérkezett az ételünk, pitába csomagolva, csevap, egy kis
Minek nevezik ezt a piros paprika krémet? Ajvár. Ajvár az az. Meg egy kis hagyma. Úgyhogy jó étvágyat magunknak. Azért, ha így kicsomagolom, azért van itt hús mennyiség, vagy egy csevap mennyiség. Na, megettem egy párat, de azért van itt mennyiség, éhen nem fogunk halni. Az időjárás egy kicsit próbálkozik, de szerintem ázni nem fogunk. No, hát ennyi volt a vacsora. Még egy ilyen szomorkás, esős kép a Mostári hídra. Aztán, ha minden igaz, akkor holnap reggel a verőfényes napsütésre fogunk felébredni, fölkelni. Úgyhogy visszasétálunk a szállásunkra. És akkor sziesta következik. Bár még előbb boltba azért be kell mennünk. Most nézem úgy a kupi szobánkat, hogy az egy konyha volt régen. Ki van csempészve. Meg ott van lenn a vizes blokkrész. De hát, egy ilyen helységből is lehet egy három ágyas szobát tákolni. És mondom, mindez fejenként 12 euró, és holnap reggel még vár ránk a reggel is, és ezt mindenképpen megvárjuk, hiszen benne van az árban. Voltunk még boltba is, és egy új szerzeményt bemutatok, ez a szőke kokta blondi. Amúgy elvileg ilyen narancsos feeling lesz, még nem ittam, úgyhogy ezt is megkóstoljuk. Még egy kokta, meg egy ilyen multivitamin utánzat, bocsánat, jobban van red, orange és alma keveréke. Ez lesz a holnapi folyadék utánpótlás. No hát ennyi volt Mostár és környéke. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Ez a nap is fantasztikusan jól telt, remélem. Ti is jól szórakoztatok a képernyő előtt, folytatást nekünk holnap, nektek pedig a következő részben. Addig is, sziasztok! Megálltunk már a hídon. Ezért 1943-at írunk, hogy a történetet is megismerjük, és